Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Mai vendégem Papp Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai főigazgató helyettese. Tisztelettel köszöntelek. A témánk pedig a magyar közlönyben megjelent kormányhatározat, amely Orbán Viktor kormányfő aláírásával jelent meg. Az alapja a vidéki Magyarország megújításáról, a hazai mezőgazdasági és élelmiszeripar versenyképességének, valamint a gazdák támogatási szintjének a 2021-től 2027-es időszakban történő megérzéséről. Nos, hát ez egy óriási lépés. A vidék Magyarországa, ugye a kormány így fogalmaz, a vidéki Magyarország megújítása, a vidék gazdasági és népesség megtartó erejének növelése, a magyar élelmiszer önrendelkezés és exportpotenciál erősítése, a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar versenyképességének fejlesztése és a gazdálkodók számára kiszámítható agrártámogatások érdekében. Három döntést hozott, az első kettő olyan fajsúlyos, hogy azért vettem a bátorságot és meginvitáljalak, hogy komoly szakmai alappal egy kicsit nézzünk ennek utána, hogy mégis mitől ilyen fajsúlyos ez a rendelkezés. Én is köszöntök mindenkit. Igen, valóban ez egy olyan szintű kormányhatározat, amiről érdemes beszélgetni a mezőgazdaság következő évtizedének, legalábbis a támogatás politikájának az alapjait teszi le. Egyébként maga a határozat ennyi, fél oldal az egész, tehát nem kell sokat írni ahhoz, hogy nagy dolgokat írjunk. Három pontja van valóban, ahogy említetted is. Gyorsan végigszaladnék a három ponton. Az egész mögött az van, hogy megszületett a megállapodás arról, hogy 2021 és 2027 között az Európai Unióban különböző tagországok különböző célokra milyen összegű támogatásokat kapnak. A részletszabályokról még mindig folyik a vita, erre később vissza is fogunk majd térni, hogy ez mit jelent a kap kifizetéseknél, de az összegeket már tudjuk, hogy mennyi pénz jön majd Magyarországra. És ez arról szól, hogy a lehetőséget ad először is a jogszabály arra, hogy a mezőgazdasági támogatásokat alapvetően két formába kapjuk meg. Az egyik, amit mi úgy hívunk, hogy közvetlen támogatások vagy egyes pillér, ide tartoznak a terület alapú támogatások, állatlétszám alapú támogatások, a másik pedig, amit úgy hívunk, hogy kettes pillér vagy vidékfejlesztés. Itt ennek három nagy köre van, ugye ide tartoznak a beruházási támogatások, az ilyen AKG, öko, natura típusú támogatások, illetve a klasszikus vidékfejlesztési célok, LIDER, helyi infrastruktúra fejlesztés. Azt mondja az Európai Unió, hogy e között a két nagy forrás között lehet mozgatni pénzeket. Maximum a forrás 25%-át át lehet az egyikből a másikba tenni. Na most ez a határozat, ez a kormányhatározat, ami januárban jelent meg, ez azt mondja, hogy Magyarország azt a döntést hozta meg, hogy a kettes pilléres forrásainak a 25%-át, tehát a maximálisat, amire a jogszabály lehetőséget ad, átteszi az egyes pillérbe a közvetlen támogatásba. Sokakban fölmerülhet ez a kérdés, hogy miért van erre szükség. Erre azért van szükség, mert azért azt gondoljuk, hogy a támogatások közül a mezőgazdasági termelők számára a legfontosabb támogatás a területalapú támogatás. És az elsődleges cél az, hogy a területalapú támogatásnak az összegét a jövőben is tudjuk biztosítani a termelőknek. Mivel tudjuk, hogy az EU szabályozás változása miatt sajnos az egyes pillérben egyre több pénzt kell elkölteni úgynevezett zöld célokra. Erről ugye múltkor beszélgettük, nem vitatjuk ezeket a célokat, de mivel erre sok pénzt kell elkölteni, ezért kevesebb pénz marad a sima területalapú támogatás kifizetésére, és ezért van szükség arra, hogy a kettes pillérből, amit lehet, ezt a maximális 25%-ot áttegyük az egyes pillérbe, mert ezzel a plusz pénzzel tudjuk elérni azt, hogy a következő években, 2023 után szignifikánsan ne változzon az egy hektárra kifizetendő támogatásoknak az összege. Tehát ez volt a döntés első pontja. A második pontja, az is egy fontos pont, az nem érint sok gazdálkodót, de azért egy fontos, röviden erről is hadd emlékezzek meg. Ez a második pont, ez arról szól, hogy ugye 2014 óta mi korlátozzuk azt, hogy egy kedvezményezett maximum mennyi területalapú támogatást kaphat. A magyar agrár támogatás politikának volt egy ilyen mondása, hogy 1200 hektárig fizetjük ki a területalapú támogatást, aki 1200 hektárnál nagyobb területen gazdálkodik, az 1200 hektárig megkapja ugyanazt a támogatást,
támogatást, de az 1201. hektártól már nem kapja meg az alaptámogatásnak az összegét, tehát ő hektáronként 50 ezer forinttal elesik. Az a döntés született, hogy ez a rendszer, mert majd itt erre később visszatérünk, lesznek átmeneti éveink, ez a rendszer, ez 2021-22-ben ugyanígy megmarad. Tehát 21-22-ben is az 1200 hektár fölötti üzemektől el fogják venni az 1200 hektár fölötti támogatást. A döntés itt explicite konkrétan csak a 21-22-es évről szól. Azt, hogy 23 után mi lesz, majd azt az idei évben elkészítendő és a jövő évben az EU által elfogadandó stratégiai terve fogjuk meghatározni. És akkor itt jön a lényegi harmadik pont, ami nekünk a legfontosabb, hogy ugye mi lesz ezzel a második pillérrel. Ugye láttuk, hogy onnan elvettük a pénz 25%-át, amit Brüsszel küld. Így, ami ott marad abban a forrásban, a vidékfejlesztési forrásokban, a Brüsszelből érkező pénznek a mennyisége az csökkenni fog. Tehát kevesebb lesz a pénz, amit VP-re föl lehet használni. És ezért indult el ez a diskurzus igazából már évekkel ezelőtt, mert már akkor lehetett látni, hogy ebben hozni kell majd egyszer egy nagyon komoly döntést. Ugyanis a VP források, a második pilléres források esetében, amit mi a gazdálkodónak kifizetünk támogatást, az csak részben az a pénz, ami Brüsszelbe jön, ennek egy részét mindig is a magyar kormány adta hozzá. Eddig a jogszabály által előírt minimumot tette mellé a magyar kormány, ez 15%, és a 17-et tettünk hozzá az elmúlt években, de a jogszabály azt írja elő, hogy 15-öt legalább mellé kell tenned, de akár 80%-ot is mellé tehetsz. És itt egy több éves lobby tevékenységnek az eredményeképpen, ugye mi itt a kamaránál már évekkel ezelőtt ezt a stratégiánk egyik fő célkitűzéseként megjelentettük, abban a nagyon jó helyzet állt most elő, ami tényleg nagyon komoly örömet okoz nekünk, és erre itt szeretném különfélni a figyelmet, és nagyon komoly felelősséget is, hogy a magyar kormány meghozza azt a döntést, hogy az EU-s jogszabály által biztosított maximum 80%-os társfinanszírozás. Ez egyedülálló. A legmagasabb a finneknél volt 70-valahány%, de az, hogy mi megkapjuk a 80%-ot, ez egy óriási bizalom az ágazat felé. Ez azt mutatja, hogy az elmúlt 10 év teljesítményével el tudtuk hitetni a szakpolitikai, illetve ennél magasabb szintű politikai döntéshozókkal is, hogy érdemes a mezőgazdaságba fektetni, a mezőgazdaságnak van jövője, a magyar mezőgazdasági termelők tudnak élni a bizalommal, és ennek az eredménye az, hogy ez egy komplikált, bonyolult logika, hogy hogyan számoljuk ki a pontos összegeket, de a lényeg az, hogy végső soron a VP-be a nemzeti forrással együtt olyan mennyiségű pénz lesz, amire eddig még soha nem volt példa. És akkor itt, hogy néhány konkrét számot is mondjak, mert talán így érthető, hogy miről beszélünk. A 2014 és 20 közötti időszakban, tehát aminek most vagyunk a végén, ebben az időszakban forint-euró árfolyamtól függően nagyságrendileg egy 1400-1450 milliárd forint az, ami a VP-ben benne volt, mint forrás, és amit különböző támogatásokra kifizettünk. Ezzel szemben a 2021-27 közötti időszakban, tehát a következő 7 évben 4265 milliárd fog rendelkezésre állni a VP-be. Tehát több mint háromszor annyi pénz lesz a VP-ben, mint amennyi most volt. Ez ugye felfoghatatlanul nagy változás, de felkészültek-e erre a gazdák? Nyilvánvaló, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának kivételes lehetősége nyílik arra, hogy a gazdákat is meggyőzze arról, hogy mit érdemes, és hogyan kell ezt a pénzt elkölteni, mert ezt a pénzt csak jól érdemes elkölteni. Ez így van, erre próbáltam utalni azzal, hogy ez nem csak egy lehetőség, hanem egy óriási felelősség is, mert ha ezt nem jól költjük el, akkor nem fogunk még egyszer ilyen nagyvonalú ajánlatot kapni. Tehát nagyon komoly munka áll előttünk. Nem mondanám azt, hogy felkészültek vagyunk. Még nagyon a munka nagyobbik része előttünk van. Ez egy megelőlegezett bizalom, ez a kormányhatározat. Ez arról szól, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján hisznek abba, hogy képesek vagyunk ezt megoldani, de a munkának a nagyobbik része az, hogy ebből értelmes kiírásokat csináljunk, az, hogy jó pályázatok jelenjenek meg, jó pályázati feltételekkel, amiknek az eredményeképpen fejlődik a magyar agrárgazdaság,
mind gazdasági, mind természeti, környezeti, fenntartatósági szempontból ezt kell most a következő években megcsinálnunk. Tehát a zöld lobby az működött eddig, és nyilvánvaló, hogy az Unió továbbra is ragaszkodik ahhoz, amit kitűztek célul, ugyanakkor, tehát mi is haladunk a korral, de mennyit segít ez, ha külön vesszük a mezőgazdaság szereplői közül a növénytermesztésben, az állattenyésztésben, az élelmiszeriparban, hiszen itt határozott cél a versenyképesség növelése. Így van. Tehát ez ezért fontos, mert ez már egy olyan pénz, ahol úgy gondoljuk, hogy ennyi pénzből egyszerre meg tudunk felelni annak, hogy gazdasági, versenyképességi szempontból javuljunk, és közben mégis azokat a fenntarthatósági szempontokat, amiket az EU ránk ró, és amely egyébként hosszú távon nekünk is az érdekünk, tehát én nem őket akarom bűnösként beállítani, de ezeket egyszerre tudjuk megugorni. Ez egy nagyon komoly munka, mert tényleg itt azért sokszor az a lehetőség, amit ez a sok pénzt ad, ahhoz kell az, hogy utána az utómunka, hogy ez olyan pályázatokban jelenjen meg, ami valóban segít a gazdálkodónak, az még most van itt előttünk, és ráadásul itt igazából emiatt, hogy ennyi plusz forrás bejött a rendszerbe, és ennyivel több pénzről beszélünk, itt igazából kicsit ketté is válik az időszak, erről is szerettem volna egy kicsit beszélni. Ugyanis bár a költségvetésről szóló döntés megszületett, de magáról a KAP jogszabályról, még a közös agrárpolitikai jogszabályairól, még új jogszabályairól még mindig nem döntött a bizottság, és ezért ugye lesz itt egy két átmeneti év, biztos vagyok benne, hogy erről már volt itt szó a műsorban, 2021-22-ben átmeneti év lesz, és a új stratégiai terv alapján igazán az új időszak csak 23. január 1-től indul el. De az, hogy a társfinanszírozási keretünket megnöveltük, ez a valóságban azt jelenti, hogy ez már 21-22-re is vonatkozik. Tehát igazából ebből a 4265 milliárd forintból körülbelül 1570 milliárd forintot már most a két átmeneti év alatt 2021-22-be el kell költeni. És még egyszer csak, hogy a nagyságrendet érzékeljük, 14 és 20 között 7 év alatt volt 1400 milliárdunk, és most több mint 1500 milliárdunk lesz idén és jövőre. Tehát, hogy itt tényleg egy nagy boom következik, új kiírásokkal, új célterületekkel, és ebből már tényleg azt gondolom, hogy nem választanunk kell, hogy mi most szántóföldiseknek adunk, vagy az élipeseknek, hanem ebből már adni kell a szántóföldiseknek, az élipeseknek, az állattartóknak is. Viszont fontos kérdés, hogy nyilván a kamara szakemberei, és hát a pénzügyminiszter abban a pillanatban, amikor ez a törvény aláírásra kerül, nyilván akkor tudja, hogy az átcsoportosított összeg hogyan és miként kerülhet majd a gazdákhoz, de ennek is kell, hogy legyen egy formája. A kamara felkészült, az rendben van. De hogy tudnak felkészülni a gazdák? Hiszen az, hogy a vidéki Magyarország megtartó ereje növekedjék, ahhoz kellett ez a sok ezer milliárd egyértelmű, hogy vonzó legyen a mezőgazdaság, hogy ne mondják azt, hogy a paraszt ne legyen szitokszó. Itt a mezőföld szívében egyébként számtalanszor elmondjuk ezt, hogy szégyenteljes, ahogy gondolkodnak, még jó néhányan, és ez általában Budapest központú, vagy város központú, itt ez nem fordulhat elő. De hogyan lehet rábírni a gazdákat, hogy ők is lépést tartsanak a korral, ha úgy tetszik? Két részre bontanám a választomat. Az egyik része az, hogy rendkívül fontos a tájékoztatás. Erre mind a kormányzat, és ugye a kamarának ez egy alapvető funkció, mi mint kamara nagyon komoly hangsúlyt szeretnénk, vagy fogunk is fektetni a következő időszakba, hogy a gazdálkodók lássák, hogy milyen lehetőségeik vannak. Mert pont emiatt a támogatás bőség miatt, most nem feltétlenül úgy kell gondolkodni, hogy ezt csinálom, mert erre van támogatás, mert minden két hét múlva jön az új következő kiírás, tehát tényleg először azt kell mérlegelni, hogy mi az, amire szükség van, és utána megnézni, hogy ahhoz van-e támogatás. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, hogy mindenki a kellő információknak a tudatában legyen, tudja, hogy mi az, amire számíthat, és majd gondolom ezekről itt fogunk is beszélni. De én hozzá szeretnék még egy dolgot tenni, ez amit még egyszer szeretnék erre kitenni, és utána megígérem, hogy többet nem erőltetem, de nagyon fontos nekünk, mint ágazatnak a szerepe. Én azt gondolom, hogy ez a döntés, ez nem csak arról szól, hogy támogatást adunk az ágazat fejlődésére, hanem ez arról is szól ez a döntés, hogy mi itt Magyarországon azt gondoljuk, hogy a magyar vidék jövője és a magyar mezőgazdaság jövője az egymással párhuzamosan halad.
Ha a mezőgazdaság fejlődik, akkor a vidéken is több munkahely lesz, jobb megélhetés lesz, jobban ott maradnak az emberek, nem kell a városokba költözniük, falun is jó életet lehet biztosítani. Amikor ezekről a támogatásokról beszélünk, akkor arról is beszélnünk kell, hogy ezt a fajta szerepet a magyar gazdáknak föl kell vállalniuk, hogy ők a vidéki társadalom szövetébe fontos szerepet játszanak. Az elmúlt 10 év elég sikeres volt a magyar mezőgazdaság szempontjából. A mezőgazdasági termelők által elérhető jövedelem folyamatosan növekedett. Egy új feladatot jelent ez a termelőknek. Falun ők az egyik fontos ember a falun, a gazdálkodó. Ő az, aki munkát tud adni. Ő az, akinek egy kicsit a helyi társadalmi életben is ezt a szerepet fel kell vállalnia. A gazdakörrel, a nem tudom én, közösségek építésével. Fontos kérdés az is, hogy Európában ugye a magyar mezőgazdaság azért szintet lép ezzel mindenféle értelemben. Hogy tudjuk ezt kihasználni? Hogy tudják kihasználni? Lesznek-e újabb lehetőségek arra, hogy olyat vessünk, ami megéri, stb. Stb. Mm. Tehát ebben nyilvánvaló, hogy fontos szerepe jut a kamarának, mert hogy segíteni kell a gazdákat. Igen, ez egy nagyon fontos dolog. Azt kell látni, hogy a világon, és azon belül itt Európában is maga a mezőgazdaság egy erős váltásban van. Tehát új technológiák jelennek meg, új hatóanyagok jelennek meg. Tényleg van egy nagyon erős fejlődés a mezőgazdaságban. A mezőgazdaság kívánatos is lett, befektetői szempontból is. Egyébként ezt érzékelhetjük, a bankok is szívesen finanszíroznak mezőgazdasági vállalkozókat, gazdálkodókat. Tehát ilyen szempontból van egy ilyen tendencia, és ebben a versenyben akkor tudunk megmaradni, hogyha fejlesztünk. És erre jók ezek a támogatások, mert ezekből lehet olyan, mondom, állattenyésztési, mondok egy példát. A tavaly őszi állattenyésztési beruházási támogatási kiírás 50 milliárd forintos kerettel jelent meg, több mint 300 milliárd forintra érkezett be igény. Így, hogy megkaptuk ezt a nagy társfinanszírozást, így lehetőség van arra, hogy senkit nem kell elutasítani forráshiányra hivatkozva. Aki megfelel a jogosultsági feltételeknek, az mindenki meg fogja kapni. Ha a 320 milliárdból 290 milliárd felel meg a jogosultsági feltételeknek, akkor 290 milliárd forintnyi támogatást ki lehet fizetni, és nem kell azt mondani 50 milliárdnál, hogy akkor itt most elvágom, és hát igen, te elvileg jó volt a pályázat, amit beadtál, de mivel nincs forrás, neked nem adok támogatást. Tehát így lehet ezeket nyilvánulnak meg ez a plusz pénz a rendszerben, és új kiírások is megjelenhetnek. Most várhatóak például mondok egy példát, hogy lesz ültetvénytelepítésre támogatás, lesz egy új állattenyésztési támogatás. Ugye, ami tavaly összejelent meg, az a nagy állattartó telepekre volt inkább fókuszálva. Ez, ami most tavasszal, nyár elején fog megjelenni, az a kisebb méretű állattartó telepeknek lesz a támogatása, kisebb támogatási összeggel. Lesz élipes támogatás is. Kis élelmiszer előállítóknak kis összegű támogatás először, és hogyha sikerül a hátsó partnerségi megállapodásos ügyeket elintézni, akkor később az év második felében pedig a nagy élelmiszer előállítóknak nagy összegű támogatás is. És ami talán legalább ugyanilyen fontos, ezeket még azért nagyon óvatosan idézőjel mondom, mert a döntés még előttünk van, de nagyon úgy néz ki, hogy az idei év folyamán még géptámogatás is lesz. Tehát lesz mezőgazdasági gépbeszerzésre van, is mit támogatás. Van, mivel, és lesz, hogyan természetesen. Igen. A zöld hullám térnyerése ugye tetten érhető az Unióban. Ez a támogatási rendszer feldúsítás mennyiben segít, hogy megfeleljünk a kívánalmaknak, hiszen tudjuk, hogy Brüsszelben nagyon szigorúak ebben a kérdéskörben. Igen. Komplex a kérdés, amit nagyon nehéz ilyen rövid idő alatt, de itt is inkább példával szeretném illusztrálni, hogy hogyan tudunk így könnyebben megfelelni. Úgy tudunk könnyebben megfelelni, hogy mondjuk ÖKO, AKG vagy Natura támogatásra az eddigieknél több pénzünk lesz. És azt tudjuk mondani, hogy igen, neked plusz feltételeket írtunk elő. Neked többet kell teljesítened, mint eddig, de tudunk adni támogatást. Tudunk adni neked kárenyítést, hogyha nem tudom én, te egy olyan területen gazdálkodsz, ahol a
védett madarak által okozott kártétel az problémát okoz a gazdálkodónak, akkor hogyha jól csináljuk a dolgunkat a minisztériummal, itt a jogszabályalkotást történik, akkor például erre lehet kompenzációs támogatást adni a naturába. Tehát tudunk ilyen típusú plusz forrásokat bevinni a rendszerbe, és ezzel tudjuk segíteni. De van ez az egyik vonal, és van a másik vonal, hogy például, amiről még ugyancsak megy az egyeztetés, tehát még azért majd meg kell várni, mindig a pályázati kiírás meg kell várni, mert az fogalmazza meg a konkrét igényeket, de például a gépek esetében mi szeretnénk azt, hogy itt precíziós gépbeszerzésről legyen szó. A műtrágya kiuttatásra, vagy növényvédőszer kiuttatás esetében sokkal pontosabban mennyiségeket oda juttat, ahol szükség van, és ezáltal tudjuk csökkenteni a környezeti terhelést, amit ezek a szerek okoznak. Tehát ez is elősegít abban, hogy ezeket a zöld célokat, amiket nekünk kitűztek, ezeket elérjük. Nos, azt tudjuk, hogy a mezőgazdaság az idei esztendőben, tehát az elmúlt évben jó évet zárt, függetlenül attól a koronavírus járvány egy-két apró dologban nyilván gátolta, de ettől függetlenül azért jó év volt. És ebben szintén nagy szerepe volt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának. Nos, én azt gondolom, hogy ön és a munkatársait felkészültetek mindenestől. Mikor indul el gőzerővel, amikor már erre lehet figyelni? Ezzel is köszönöm szépen a dicséretet. Annyit akarok mondani, hogy nekem azért mindig azt tanították az öregebbek, hogy a mezőgazdaság az legfeljebb nem rossz évet zár. Ezt jó évet soha nem mondjunk, de kétségtelenül rendben volt az év gazdasági szempontból. Ketté bontom a dolgot. Az egyik, hogy a pályázatok esetében mi azt gondoljuk, hogy körülbelül február végére készülnek el az első változatok, tehát tavasszal lehet velük ismerkedni a szövegezéssel, a konkrét feltételekkel, ki lehet jogosult, milyen feltételek mellett, mekkora összegekkel, milyen célokra vehetőek igénybe a támogatások, és a támogatások azok ilyen tavasz végétől várhatóak, hogy így szépen sorban egymás után megnyílnak és beadhatóak lesznek. Ez a 2021-es év vonatkozásában. A területalapú támogatás vonatkozásában pedig ott a szokásos forgatókönyv, mind a 21-es, mind a 22-es év, az pont ugyanúgy fog lezajlani, mint ahogy az elmúlt évek is zajlottak. Maga a kérelem formailag se nagyon fog változni, tehát nem lesz sok újdonság. Április elején nyílik a felület, aki magának szeretné, az magának is ki tudja tölteni, de aki úgy érzi, hogy igénybe venne segítséget a falugazdászainkhoz, nyugodtan elmehet. A falugazdászok az április, ahogy lehet, április 7-től, 8-ától várják a gazdálkodókat, és május 15-ig be kell nyújtani a kérelmeket. Szokásos forgatókönyv szerint utána jön egy előzetes keresztellenőrzés május végén, június elején, szeptember környékén még egy adategyeztetés, ott, ahol ez szükséges, és október 15-től pedig az előleg kifizetés, és nagyon reméljük, hogy az idei évben, 21-ben egy picit annyit tudunk gyorsítani a ügyintézési folyamatokon, az államkincstár, NÉBIK, akik ebben érintettek ezek a folyamatok, hogy a végkifizetés 2022-ben már márciusban meg lehet a következő év vonatkozásában. Ezek a terveink. Nos, hát ez a határozat mindenképpen gondoskodó szakmai tisztelettel készült. Én azt gondolom, hogy már mindenki nagyon várja 2023-at is, de hát addig is fel a fejjel, és fel kell készülni mindenkinek. Én köszönöm, hogy megtiszteltél, és az legyen a zárszó, kedves nézőink, hogy kérem, figyeljenek önök is a híreket, és hát foglalkozzunk a mezőgazdasággal, higgyék el, megéri. Köszönöm, viszontlátásra!